Sziasztok, Kilánom vagyok, üdvözlök mindenkit egy újabb FIFA 19-es videóban. Folytatjuk a Milán karrier sorozatunkat, és már közel egy hete, sőt lehet, hogy több mint egy hete nem volt videó, ugyanis versenyen voltam, ezért bocsi, de hát ez most így alakult, és a következő meccsünket egyébként otthon fogjuk majd játszani az Empoli ellen, úgyhogy tök király lesz. Az az egy probléma van, hogy az A csapatunk kicsikét fáradt. Azért mondom egyébként azt, hogy A csapat, mert azért itt van még egy pár játékos, akiket hát jó lenne beállítani most a kezdőcsapatba is akár, úgyhogy ezt lehet, hogy most meg kéne ejteni, bár az a probléma, hogy ugye eléggé szűkös állunk játékosok terén, és még a kezdő 11 sem jön neki belőlük, úgyhogy szerintem maradjunk egyelőre az A csapatnál, aztán meg majd meglátjuk. Jelen pillanatban egyébként kevesebb mint 8 millió eurónk van, ami hát azért nem sok, úgyhogy majd abból jól kell gazdálkodnunk a későbbiekben, viszont Empoli elleni meccs, lehet, hogy jó lenne leszimulálni, ugyanis hát hazai pályán játszunk, viszont én azt mondom, hogy inkább játszunk, régen játszottam úgyis a Milánnal, úgyhogy szerintem itt az ideje visszarázódni ebbe. Hát nem, tényleg eléggé fáradt ez a csapat, de nem probléma, remélhetőleg azért ezt az Empoli elleni meccset így is le tudják hozni, talán nem a legnehezebb meccs, amit valaha játszott a csapat, úgyhogy Milán Empoli, lássuk a meccset. És itt van a kezdőrugás, mi fogjuk elkezdeni ugye a meccset, az szép hátratett labda. Egyébként beállítottam, hogy legyen kommentátor is a meccs alatt, illetve a stadion hangját följebb vettem, úgyhogy most már ezt is hallhatjátok ti. Remélem tetszik, erről mindenféleképpen írjátok meg a véleményeteket. Én azt mondom, hogy ha már van ez a lehetőség, akkor miért ne használjuk, úgyhogy... Úgyhogy igen, illetve amit még szeretnék bejelenteni még most gyorsan a videónak az elején, az az, hogy holnap hétfőn lesz majd egy livestream, szerintem 4 körül fog kezdődni, közben egyből egy helyzetünk van és kapufa, wow, szép levés volt nagyon Castillo-tól. Szóval hétfőn 4 óra körül kezdődik majd egy livestream, Minecraft livestream, sokat készültem rá, úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent fogunk csinálni, és szerintem nagyon-nagyon érdekes lesz, úgyhogy mindenkit várok sok szeretettel. Egyébként a meccseket 6 percről levettem 5 percre, erre amiatt volt szükség, ugyanis így is valószínűleg ez a szezon már nem lesz befejezve, mert hát hamarosan jön a FIFA 20, amit egyébként nagyon-nagyon várok, és abból azért... Bőven lesz content a csatornán, úgyhogy azt tényleg nagyon-nagyon várom. És hát a FIFA 19-ben jó lenne, hogyha be tudnánk fejezni még ezt a szezont, igen. Lenne ez a megfelelő szó rá. Szóval jó lenne még befejezni ezt a szezont, közben egy helyzetbe kerülhetünk, és ott az első. Így is van, 1-0 a Milánnak. Úgyhogy jó lenne még befejezni ezt a szezont idén, viszont hát erre nem tudom, hogy mennyi esélyünk van. Viszont meg fogom próbálni, próbálok minél több FIFA-s videót csinálni, meglátjuk. Hát egyelőre itt középen passzolgatok, tartom a labdát, és próbálok egyre-egyre közelebb osolni az ellenfél kapujához kis passzokkal. Például most egészen jól sikerült, talán sikerült széthúzni a védelmet, Jesus, vissza a passz. Úgyhogy ezekből a kis passzokból áll jelen pillanatban a mérkőzés. Ó, hát ezt nem így akartam, de megvan a labda, visszahúzzuk. Be középre, Castillo, nem tudom ki, hogy szereti mondani. Sajnos a levek kibondásában még mindig nem vagyok túl jó, de hát majd talán belejövök. Már lehetséges, hogy ez csak a FIFA 20-ban fog majd megtörténni. Igazából a labda folyamatosan nálam van, és tényleg kis passzokkal építkezek felfelé. Egyelőre több-kevesebb sikerrel, egy gólt már lőttünk, igazából a 3 pontért jöttem, úgyhogy ha már egy góllal végződik, én már azzal is elégedett lennék, bár azért szeretnék nyilvánvalóan minél-minél több gólt lőni. Egyelőre nagyon-nagyon simán kontrollálom ezt a meccset, az Empolinak nagyon kapura lövése még nem volt, talán egyetlen egy kapura lövése sem volt. Ami viszont egy kicsit zavaró, hogy az árnyékok ezen a stadionban, vagy most se a legjobbak, nem annyira nem tetszenek sajnos, mert egy kicsikét zavarnak. Itt ugye teljesen sötét, ez itt egyébként teljesen jó, viszont a pályának a másik felén ott ilyen napos és nagyon-nagyon vakit, úgyhogy ott kicsikét nehezebb így a védekezés, de remélem nektek nem zavaró, nekem azért egy kicsikét igen, de általában azért nem szokott idáig eljutni az ellenfél. Most először kb, de egyből el tudtuk venni a labdát, úgyhogy tényleg
100%-ban kontrolláljuk ezt a mérkőzést, mi támadunk, nálunk van a labda, úgyhogy jelen pillanatban mindenben jobbak vagyunk, és Higuain! Szép próbálkozás volt, nagyon jó volt a középvetett labda, azonban Higuain csak belé tudta lőni. Egyébként már itt vagyunk az első félidő hosszabbításában, 2 perc a ráadás, és hát ez valószínűleg hamarosan le is fog telni, talán még egy lehetőségre van időnk. Most Higuainnak a passz, na beéri, beéri! Beérte, de sajnos elesett, úgyhogy valószínűleg ezzel az akcióval zárul az első félidő, stabil 1-0-ás vezetés, mindjárt megnézzük a statisztikákat. Azt mondja, hogy igen, még nem kezdődtek el a többi meccs, és 3 lövésünk volt, abból 1 ment kapura, az gól is lett. Nem volt túl sok lövésünk, viszont az Empolinak 0 lövés, 0 ment kapura, és azért a labdabirtoklásban is jóval-jóval erősebbek vagyunk, úgyhogy egyelőre nagyon simán tartjuk itt a vezetést, igen. Kontrolláljuk a meccset, úgyhogy hát most már csak meg kell nyerni, még 45 perc van hátra. Na, az első Empolis szöglet jön a mérkőzésen, közben ahogy látszik Tolisóval kaptam egy sárga lapot, egy elég érdekes szituációért. Őszintén szóval nem tudom mi történt, valószínűleg becsúsztam, de a labda már máshol volt, úgyhogy valószínűleg ezért járt a sárga. Viszont az első Empolis szögletből nem lett sok minden, ellenben a kontránkból még lehet, Suso, vagy erünk. Jó lenne megtartani azt a labdát ott, bepasszoljuk Higuainnak, akkor nem Higuainnak, hanem Tolisónak, viszont sajnos lövésre, eljutottunk lövésig, de sajnos nagyon szépen blokkolt az Empoli védője, úgyhogy ebből gól nem születik, de még kapura tartó lövés sem, viszont nálunk marad a labda, és ahogy ezt kimondom, már el is veszítjük, nem baj, egyelőre tényleg ez egy sima mérkőzésnek tűnik, lövése még szerintem mindig nem volt, úgyhogy stabilan tartjuk, a védelem az most tökéletesen működik, és hát úgy tűnik, hogy a támadás is, ami helyzetünk volt, az belőttük, az talán les volt. Igen, sajnos az les volt. Most közben itt felajánl a gép, hogy cseréljünk egyet, Lagzet érkezik, akkor Cassillo helyére, én ezt elfogadom. Igazából legalább nincsen azzal a dolgom, nincsen túl sok játékosunk, úgyhogy egy-egy ilyen kisebb csere szerintem tökéletes lesz. És jön az előre rugott szabadrugás, és most megtartja az Empoli. Ajaj, na, nézzük, hogy lesz-e belőle helyzet. Nem, mert Bakayoko nagyon szépen visszaér, aztán egymást zavarják a játékosaim, viszont a labda megvan most végre, és sikerül is kihozni. Na gyerünk, Tolisso. Most nagy az üres tér előtte. És most a hosszú indítás, Gabriel Jesus. Ő azért gyors, és azon a szélen most nagyon-nagyon él. Tolisso, egyel tovább, még egyel tovább, és a lövés, és a gól, erről van szó, gyönyörű csapatmunka, gyönyörű összjáték, nagyon-nagyon szép találat, és talán Suso lőtte, ránézésre azt mondanám, hogy Suso lőtte, hát ez szép akció volt, itt Higuainnak ott egyel tovább, és nagyon-nagyon szép volt a gól, és ezen Tolissot váltaná Halilovic, nem láttam pontosan a nevét, nem tudtam végigolvasni, Viszont egyelőre még nem cserélünk, aztán majd lehet, hogy később megejtünk egy változtatást. Jelen pillanatban Tolisso nagyon jól játszik ezen a mérkőzésen. Azt hiszem ő lőtte az legelső gólunkat is, és tényleg szépen játszik. Kulcsfontosságú ott a középpályán labdákat is szerez, jól passzol. Úgyhogy Tolisso egyelőre egy nagyon-nagyon jó igazolásnak tűnik. Na gyerünk, folyamatosan itt vagyunk az ellenfél kapuja előtt. És folyamatos nyomás alatt tartjuk itt az Empolit. Most egy jó passz Jesusnak, és egy lövés, és a gól! 3-0, mekkora gól! Nagyon-nagyon szép lövés volt ez Gabriel Jesus-tal. Hát megsemmisítjük az ellenfél védelmét, és egy 3-0-ás, egyelőre 3-0-ás győzelemnek néz ez ki. Ez is nagyon szép passzjáték. Meglátják Jesus-t, és Jesus pedig mesteri módon lövi el, mostali szó helyére Szoboszlai Dominik fog majd érkezni. Na, hát kap egy kis lehetőséget ő is, fiatal magyar tehetség, úgyhogy ez a király. 3-0, Tolisso, Suso és Gabriel Jesus góljával, és a labda is megvan, ennél jobb nem is lehetne. Na most egy kicsikét félélít itt a meccs végére, az Empoli kicsikét oda szögezett a kapumhoz, de komolyabb helyzetet kialakítani továbbra sem tudott, viszont most folyamatosan ő szerez labdát, kb. Ugyanazt csinálja, mint én, így az egész meccsem, egy kicsikét későn kezdte el csinálni, ugyanis már a 90. percben járunk,
és hamarosan a játékvezető háromszor is sípjába fúj, és az bizony azt jelzi majd, hogy vége a mérkőzésnek, és egy nagyon stabil 3-0-es győzelmet tudtunk szerezni. Hát igen, ilyen stabil meccsekre vagyok kíváncsi, vagy itt. Hoppá, közben egy igen erős gól az Empolitól, 3-1, hát akkor mégis 3-0 lesz, mindegy, lényeg az, hogy uraltuk végig a mérkőzést, és szerintem egy teljes mértékben megérdemelt és szép győzelem lesz ez. Mindentől kezdve, ha még lőne egy gólt az Empoli, még akkor sem lenne nagy probléma, ugye és a 3 pont, így is úgy is a zsebben, hát ez egy igen szép akció volt, nagyon már mozdulni se tudod, na de hát nem probléma, ugyanis itt lesz a mérkőzésnek a vége, így van, az első mérkőzés megnyertük 3-1 arányban az Empoli ellen, hazai pályán. Egyébként statisztikákban a végére elkezdett feljönni az Empoli 5 lövése is volt, és abból 3 talált kaput. Én ezt azért jóval kevesebbnek éreztem, ahhoz képest ugye, hogy az első fél időben nem volt kapura a lövése, meg ugye semmilyen lövése, ahhoz képest azért egész szépen följött, a labda birtoklásból is azért összességében mindenben jobbak voltunk, úgyhogy megérdemelt győzelem volt mindenféleképpen. Közben egyébként megjöttek a Monty reportok, úgyhogy ezeket gyorsan-gyorsan átnézem, ezeket a scout update-eket. Illetve Acosta köszönt meg nekem azt, hogy adtam neki lehetőséget. Oké. Ezeket az update-eket gyorsan megnézem, és akkor utána jelentkezem. Nos, a következő mérkőzésünket majd a Sassuolo ellen fogjuk játszani, szintén hazai pályán, és úgy állunk, hogy egy meccsel kevesebbet játszottunk, mint a második helyen álló Juventus, és 2 pontos előnyünk van. Tehát, hogyha a következőt megnyerjük, akkor ez 5 pontra növelhetjük, úgyhogy ez fontos mérkőzés lesz. De igazából akármit csinálunk, ez a 2 pontos előny biztosan megmarad, de azért a cél az természetesen a győzelem, a csapattal fogunk kiállni, és én amondó vagyok, hogy szimuláljunk egyet. Remélhetőleg a szimuláció most meghozza az eredményét, alapvetően a Milán azért egy jóval erősebb csapat, de sajnos csak egy-egyet tudtunk játszani, Higuain talált be tőlünk csak, egy-egy, hát nem örülök annyira. Gyorsan csinálok még egy edzést. És egyébként egészen jól sikerült. Romagnoli meg Donnarumának A értékelésű, Castiglione-nak pedig B, és csak Jesusnak lett rosszabb C-nél, neki D értékelésű lett, és majd a Salzburggal fogunk játszani, szintén hazai pályán. Ezt gyorsan megnézem, hogy hogy állunk itt, de... ez most mi? Egy pillanat, ezt megnézem. Ó, egy meccses eltiltást szeret föl, Orué. Hát, nem örülök neki. Mindegy. Egyébként még ezt el szeretem volna megnézni. Igen, ez lesz most az első meccsünk. Úgyhogy ezt szerintem szimuláljuk le, és akkor a következőt azt pedig majd mindenféleképpen lejátsszuk. Valószínűleg azzal fogjuk kezdeni majd a következő részt. Úgyhogy egy szimuláció. És... 2-1, oké. Higuain duplázat, Higuain még mindig nagyon szórja a gólokat. Oké, király. Nos, most idegenben fogunk játszani, és most már viszont 3 pontos ugye az előnyünk a Juventus-szal szemben, az igazából egy meccs, ami nem annyira sok, és a góllövők listájátok Higuain nagyon-nagyon magabiztosan vezeti, 23 lőtt góllal, 8-al többet, mint Ronaldo. Wow, az eléggé kemény. Ez szép teljesítmény, nagyon Higuaintól. Nem hittem volna, hogy ennyire erős lesz. Ja igen, és a helyére kéne valakit találni. Hát legyen Halilovic, én azt mondom. Talán ő tud játszani még azon a poszton. Úgyhogy Halilovic. Oké. Így fog kinézni most ez a meccs, és ezt szerintem lejátszom. Ez lesz a mai utolsó lejátszott meccsünk. Úgyhogy... csak erre meg se fogjuk kicserélni Orjét, és feketében fogunk játszani, ellenfelünk sárgában. Oké, legalább nem lesz hasonló a mezés, ez legalább nem fog összezavarni, úgyhogy play match. Ez is fontos meccs egyébként a bajnokság szempontjából, ugyanis ha kikapunk és a Juventus nyer, akkor már ugyanott vannak, mint mi. Az edzésre azért nem szeretném megcsinálni itt a meccs előtt. Úgyhogy hát kötelező a győzelem, mondanom se kell, lássuk a meccset. És sajnos esik az eső, nagyon-nagyon gyakran esik ebben a sorozatban az eső. Hát nem örülök neki, de hát remélem, hogy ez nektek nem zavaró. Én már hozzászoktam, úgyhogy nekem annyira nem. Egyébként az ellenfél kezdett ugye a kezdőrugással.
és egyből egy helyzetet ki is alakított. Hát megvan az első lövése, az más kérdés, hogy ez annyira nem volt jó, úgyhogy Donnarumma első labda érintése, kirúgás lesz. Na most Jesus meg tudja húzni, gyerünk, egy csel vissza, szép, jön a bepassz és a lövés! Hú, egy pillanatra csöndben is maradtam, nem tudtam, hogy ebből mi lesz. Jesus! Még egy lövés, még egy nagy védés kellett. Higuaín-nál lehet, hogy kapura kellett volna fejelni. Hú, hát ez szép játék volt, ez szép játék volt. Ez Jesus nagyon jól talált el, de középre ment a labda, úgyhogy nem lett belőle gól. Próbálom Higuaín-t keresni, de Tolisso találom csak meg. Tolisso! Kapufa! Hú, keményen kezdjük ezt a mérkőzést. Sajnos a gólszerzés egyelőre nincs meg, de ez a fejes is nagyon szép volt, és éppen csak, hogy nem akad be, lesz ebből még gól. Érzem, hogy lesz ezzel a mérkőzésen is gól. Hát továbbra is ez a felállás, én itt passzolgatok, az ellenfél próbálja lekövetni. És most ez jó, bekerültem végre a 16-oson belülre, de sajnos egyből ki is vágták onnan a labdát, de szerencsére továbbra is nálunk van. Eléggé nagy passzokkal építkezünk most fölfelé. Na gyerünk, Higuaín. És most a passz Tolissónak. Sajnos már megnyomtam pedig az Y-t, de egy kicsikét késő volt már, és sikeresen bele tudtak blokkolni. Pedig, hogyha nem blokkoltak volna bele, akkor az egy igen nagy helyzet is lehetett volna. Hát ezt az átadást ezt nem így terveztem, de nem probléma. Remélhetőleg hamar visszaszerezzük a labdát, és utána mi támadhatunk egyből. Egyébként mostanában megjött a kedvem a FIFA-hoz, ez egy lesgyanús szituáció, de les nem volt, és Donnarummának kell nagyot védenie, szóval most megjött egy kicsikét a kedvem a FIFA-hoz, remélhetőleg ez a lelkesedés teljes mértékben kitart FIFA 20-ig, és tényleg nagyon-nagyon várom már a FIFA 20-at, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mit hoz majd, és remélem nem lesz egy csalódás. Közben indíthatjuk Suso-t, és Higuaín. Mondom Higuaín, na mindegy, a játék nem úgy akarta, hogy Higuaínnak passzoljak, mindegy. Egyébként ezzel a mérkőzésen kicsikét nehezebb most megtartanom a labdát, főleg, hogyha ilyeneket passzolnak, úgyhogy most nem érzem annyira labdabiztosnak magamat, mint az előző Empoli elleni mérkőzésem. Az valahogy sokkal jobban ment, úgyhogy ideje egyet cserélni. Remélhetőleg, hogy majd ez a csere meghozza nekünk a gólt, ugyanis a győzelem kötelező. Bár még csak az első fél időben vagyunk, nem hittem volna, hogy ezt egyből földobja ezt a lehetőséget, hogy cserélni kéne, de hát megtörtént, közben az ellenfél jön bedobása. Úgyhogy most egész sokat birtokolja ő a labdát, és hát néha-néha sikerül a kapumhoz szögeznie, például most, és Donnarummának ismét nagyot kell védenie. Egyelőre az a helyzet, hogy minthogyha jobb az ellenfél, aminek hát finoman szólva se örülök, az Donnarummának kell, nem? Akkor viszont átmegy a másik oldalra, tartsuk be! Rend, oké, ezt inkább nem kommentálom. Ellenfél szöglet, hát ha ebből jön a gól, akkor kicsikét mérges leszek, de úgy tűnik, hogy nem. És véget is ér az első játékrész. Egyelőre egyébként gyengébbnek érzem magamat ezen a meccsen. Nézzünk azért egy statisztikát. Hát egy kicsikét többet birtoklom a labdát, viszont jóval több lövése volt, mint kétszer annyi lövése volt az ellenfélnek. És igen, ez egyébként érződik, egészen jól játszik. Sajnos most ezt a meccset annyira nem értem, nem érzem, közben nem értem, hogy ezek a passzok, ezek mik akarnak lenni. Az előző meccsen ez sokkal-sokkal jobb volt, most valahogy a FIFA ellenem van, de hát tudjuk, hogy vannak ilyenek, na mindegy. Na most ez nagyon szép passz, na most ez nagyon szép a Jesusnak. Visszahúzom, és a lövés, és kiszedik, wow, és kiszedik. Ezt visszanézem, bocsi, ezt most vissza kell néznem. Itt volt ugye a passz, ez nagyon szép meglátás volt, Jesus megfutja az emberét, visszahúzza, ez önmagában óriási védés, és ez pedig kihagyhatatlan helyzetet hagyott ki Tolisso. Hát érdekes, sajnos a gól továbbra sincsen meg, hát ennél nagyobb helyzetet nem lehetett volna kialakítani, kár, hogy még mindig hiányzik az a frálya gól, hát nagyon kéne a gól. Na gyerünk, próbáljunk meglőni egy gólt, mert tényleg nagyon-nagyon fontos lenne, és az megnyugtatna azért, hogyha találnánk egy gólt végre az ellenfelem. 54. perc, vagyis hogy már 56. És most egy kiugratás. És most be a passz Tolissónak. Áj, nem így akartam. Egyel tovább, Jesus! Gól! Ez az! Hú! Na jó, ez egy kicsikét hangos volt ez a gól felkiáltás.
Remélem. Lehet, hogy ez most Sony Vegasban majd le kell halkítanom, nem probléma. Igazából megvan. Az végre az a találat. Nagyon-nagyon hiányzott már. És hát ez tökéletes akció volt. Tökéletes passz. És tökéletes lövés Jesus-tól. Jesus most nagyon-nagyon él egyébként. Hú, ez az. 58. percben végre megvan az a United gól. Ez az. Gyerünk, csak így tovább. Még egyet lövök, és akkor már teljes mértékben biztonságban érzem magamat. Úgyhogy még egyet kéne lőni, és nem kéne kapni. A második félidőben egyébként folyamatosan én tudok támadni, és nálam a labda. Úgyhogy most már megérdemelten érkezett a gól. Tényleg, most a második félidőben följavult, hogy Milánnak a teljesítménye. Úgyhogy ez tök király. Az első félidő szenvedését a második félidőben való szép játék váltja fel, aminek örülök. Na ez is egy nagyon szép játék. Na lesz-e belőle találat? Bepasszol a most? Ájj, sajnos bele tudtak blokkolni. Úgyhogy nem érve középre a labda. Egyébként ezek a laposan középre tett labdák nagyon-nagyon veszélyesek a FIFA-ban. Úgyhogy gyakran szoktam őket alkalmazni. Szerintem még jobbak is, mint a... Ez talán les volt. Szóval szerintem... Nem volt les. Szerintem még jobbak is, mint a magasan bepasszolt labdák. Én több gólt rúgtam egyébként lapos passzból, mint magas passzból, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezeket a lapos megoldásokat. Közben szerintem ti is elhihetetek, hogy nem oda szerettem volna passzolni, hanem az előtte álló játékosomnak. Na mindegy, van ez így. Most jó lenne viszont megállítani a támadást, az egyébként lesgyanús szituáció volt, de nem volt les, és bejön a labda, viszont sikerül elfejelnem előle, úgyhogy szöglet jön. Legzárt Tolisso csere, oké. Nos, nézzük akkor a szögletet, 74. percben. Veszélyesen jön be, Donnarumának kell védenie, és 1-1. Hát, ami nekem szerencséből nem megy be, az nekik egyből bemegy, sajnos egyből bement nekik. Hát nem örülök ennek az 1-1-nek, Donnarumának nagyon-nagyon nagyot kellett védenie. Itt, viszont ezt már nem lehetett védeni, sajnos hozzápattant a labda. Szerencsés gól, sajnos van ilyen a FIFA-ban. Nem baj, jobbak vagyunk, úgyhogy tudunk gólt lőni, gyerünk. Például akár ebből az akcióból is egyébként. Az szabályos volt, oké, labdát talált el ezek szerint először. Na szuszó. Na hogy legyen, tanástalan vagyok, hova passzoljak? Inkább hátra, jó, Jesusnak most. Egyel tovább, ez az, erről van szó, gyönyörű játék. Hú, tanástalan voltam, hogy mit hogy kéne csinálni, de sikerült egyből egy gyönyörű akciógóllal válaszolni a szöglet találatukra. Higuain, nagyon szép. Szép volt a lövés, szép volt előtte az akció, ahogy ez egyik oldalról átjárattuk a labdát a másik oldalra. Szép akció volt. Itt ez a passz. És Jesus megtartja. Higuain és a lövés és a gól. Higuain még mindig nagyon jól teljesít. Jesus és Higuain, ugye a két sztárja igazából a Milánnak. Tök király. Nagyon-nagyon jó gól volt ez is. Hát itt vagyunk már a 86. percben. Jelen pillanatban simán tartjuk igazából ezt az eredményt. Nálam volt a labda a legtöbbet. Szerintem én úgy érzékeltem, hogy azért nagy részben nálam volt a labda. Lassaská letelik tényleg ez a 90 perc. Én már várom, ugyanis hát jó lenne most már tényleg megszerezni a következő 3 pontunkat is. Ez a passzívú ennyök sajnos nem volt jó. Viszont látszik, hogy nem nagyon tudnak most már előre törni, talán egy kicsit össze is estek. És egy passz, nagyon szép. Ott marad. És gól. 3-1, vége a mérkőzésnek. Eldöntöttük a 3 pont sorsát. Kilőtte, érdekel. A cserekintben lágzált, wow. Ő is betalál, nem tudom, hogy lőttem nálunk már gólt. Valószínűleg egyébként igen, nem emlékeztem rá. Egyébként szépen csinálta, nagyon szép lövés volt. Erről van szó, 3-1. Ugyanaz, mint az első meccsünknek az eredménye, az is 3-1 volt. Csak ugye az hazai pályán, de egyébként ugyanaz volt. Mind a kettő meccs is szép, stabil győzelem volt. Talán az Empoli ellen még könnyebb volt győzni. Viszont ez a meccs is megvan. Gyorsan nézzünk egy statisztikát. És hát kiegyenlített meccs volt nagyjából. Ugyanannyit lőttünk kapura. Lövésből egyel több volt veronaiaknak.
és labdabirtoklásban viszont én voltam egy kicsivel jobb, úgyhogy nagyjából kiegyenlített mérkőzés volt statisztikák alapján, viszont én úgy éreztem, hogy hát azok a kapura azok a lövések nem feltétlenül voltak veszélyesek az én kapumra valójában. Gyorsan csinálok egy edzést, Talisonnak jól sikerült, illetve Romagnolinak is egész jól sikerült, és akkor a következő meccsünk az majd a Salzburg ellen lesz. Gyorsan még átnézem ezeket az üzeneteket. Hát igazából semmi különös, annyi, hogy ugye Orjué visszatért, azt majd mindjárt meg is csinálom, ez pedig annyira nem érdekel, úgyhogy ja, gyorsan onnan megyek a csapatba, Halilovic helyett visszaváltok Orjuére, azért mégiscsak valamivel jobb játékos, és hát igazából elérkeztünk ennek a résznek is a végéhez. Holnap ne felejtsétek el ott lenni a Minecraft streamnél, ugyanis szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, nagyon sok izgalmas dologgal készültem nektek, úgyhogy szerintem mindenféleképpen érdemes lesz velem tartani. Holnap 4 órától valószínűleg kezdődik a Minecraft stream, úgyhogy várok mindenkit, és hát erre a videóra pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve amíg nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel. Tényleg köszönöm szépen a figyelmet, én Ádám voltam, sziasztok!